Köszöntöm a Tegyük a helyére mai adásának a nézőit. A mai témánknak az a címe, hogy Válaszd a feltámadást. Beszélgető társaim váratlan fejlemények folytán Fóris Attila, Piszter Ervin, Görbisz Tamás. Ugye két dologról is szó van a címben, az egyik a választ, másik a feltámadás. Tekintettel arra, hogy pillanatnyilag Európán és Magyarországon különösen hisztéria cunami száguld át a választások kapcsán, és hát mindenféle indulatok, hazugságok, rettenetek, borzalmak legalábbis az én megítélésem szerint zajlanak, és nagyon nem könnyű az embernek a békességét megőrizni ebben a helyzetben, és eligazodni. Mielőtt a feltámadásról, igazából a feltámadás a témánk, beszélnénk, ezelőtt egy ilyen mínusz egyedik kérdést intéznék az én presbiter társaimhoz, hogy mit üzentek a választás előtti napokban a hívőknek. Bevezetésként csak annyit mondanék, hogy Jézus azt mondta, hogy az ő országa az nem ebből a világból való. Aztán ilyeneket is mondott, hogy hallanatok kell ma mindenféle háborúknak a híreit, meg mindenféle földrengéseket, meg járványokat, meg pusztulásokat, és azt mondja, hogy ne rémüljetek meg, mert meg kell lenni. Sőt, még olyanokat is mondta, hogy hamis messiások, hamis Krisztusok támadnak, akik valamiféle olyasmit ígérnek, hogy na majd most. Na most ennek fényében én nem rejtem véka alá, hogy rendkívüli módon utálom ezt az időszakot, és örülök, hogy véget ér június 9-én ez az őrület. Ervin, téged kérdeznélek. Hát én nagyon apolitikus ember vagyok alapból, és minden ilyenkor valahogy az a motto igém, hogy elrejti magát az igaz, ezekben az időkben. Én is azt gondolom, hogy nagyon nehéz ebben, ezekben a napokban úgy állást foglalni, hogy ne sodrodjon bele az ember politikai állásfoglalásokba. Én a magam részéről mindenkit, tényleg mindenkit arra intenék, hogy akár mennyire is megvan a politikai identitása, és hogy megvan, hogy kire fog szavazni, és kire nem, hogy ezt semmiképpen ne vigyük be, se a közösségbe, se a gyülekezetbe. Ma annyira megosztott a társadalom, és annyira pattanásig feszült a hangulat, hogy tényleg én csak ha az újságot nem, de mondjuk a neten megnézem a híreket, már akkor kinyílik a bicska az ember sebébe, ezért tartózkodok ettől. Tehát a legfontosabbnak azt tartom, hogy mindenki őrizze meg a békességét, és ne bántsuk egymást, főleg ne politikai hovatartozás miatt. Nagyon-nagyon tanácsolom a családoknak, az egyéneknek, tanácsolom a közösségeknek, hogy hagyjuk békén egymást, és mindenki tegye az ő meggyőződését. Egyébként meg azt tartsuk szem előtt, amit Jézus mondott, hogy keressétek az Isten országát és annak igazságát, és mindenek megadatnak nektek, úgyhogy ez az én hozzáállásom, ez az egész időszakhoz. Attila, te mit üzensz a hívőknek ezekben a vészterhes időkben? Hát mindenkinek azt üzenem, hogy vigyázzon a szívére, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Nagyon nagy a kísértés, hogy az ember beletegye ezekben az időszakokban a különböző ideológiákba a szívét, lelkét, és szerintem ez egy nem jó befektetés, mindazonáltal természetesen mindenki menjen és szavazzon, foglaljon állást meggyőződése szerint, de ugyanakkor azt is el szeretném mondani, hogy jobb Istenben bízni, mint emberekben reménykedni, és a forradalmi hevület az mindig könnyen magával ragadja az embert, és mire észbe kapunk, akkor már a jó szándék helyett vagy azzal összekeveredve megjelenik bennünk a gyűlölet, megjelenik a harag, megjelenik a
mindenféle negatív indulat, a gúny, az irónia, a csúfolódás, a hasonlítgatás is lehetne sorolni, hogy egy csomó olyan melléktermék, ami alkalmas a békesség megzavarására, a nyugalom megzavarására, és én is csatlakoznék Ervinhez, hogy a dolgok nem így dőlnek el, sőt már eldőltek, és annyira jó az, hogy van egy olyan felszólítás az igében, és ma is ezt fogjuk tenni, hogy az odafelvalókkal törődjünk, mindenki jobban jár, ha ezt tesszük. Szóval ennyi, röviden és tömören. Györbic úr, most akkor apolitikusak legyünk, vagy politikusak legyünk, vagy mi a te szerinted a helyes hozzáállás ezekhez a mostani helyzetekhez? Hát én röviden össze tudom foglalni, ne savasz, hanem szavaz. Menjen el mindenki szavazni, ha csak nincs tényleg valami radikális erőtje ettől. Ezen az úton, módon tudjuk kifejezni az akaratunkat. Én is azt mondom, hogy a hamis szlogeneknek, meg a hamis reménységeknek, meg az ilyesminek nem kell bedőlni. Itt a választás arról szól, hogy kit küldünk az önkormányzatba, ki fog képviselni bennünket az önkormányzatokba, illetve hogy kit küldünk az Európai Parlamentbe, és ki fogja az országot, és hát így benne minket képviselni. Ha valaki talál magának olyan pártot vagy személyt, aki a szívéhez a legközelebb áll, legjobban kifejezi azt, amit ő a világról és a világ dolgairól gondol, akkor szavazzon arra, ha nem, akkor találja meg a legkisebb rosszat a saját szemszögéből nézve. De szerintem jó, hogyha az ember elmegy, véleményt nyilván itt szavaz, úgyhogy én mindenkit erre bátorítok. Az, hogy egymás közt megbeszéljük, meg nem tudom micsoda, az is jó, de tenni, cselekedni, bármit, azt ilyenkor lehet leginkább. Jó, hát én köszönöm szépen, ennyi akkor elég is talán ebből a témából. Ugye az autonóm gyülekezetben soha nem volt, nemhogy divat, nem engedtük meg magunknak azt, hogy bármilyen módon is pártoskodjunk, mindazonáltal egy elég világos értékrendet igyekszünk képviselni az Isten igéje alapján, amiben a szabadságnak nagyon-nagyon fontos szerepe van, és én is úgy gondolom, hogy ezek a választások abból a szempontból egy lehetőség, hogy az ember kifejezze a jelenlegi világgal kapcsolatos véleményét, akaratát, azzal a tudással, hogy mindezek, nem ezek határozzák meg az életünket, hanem a mi életünk az Istennek a kezében van. Hála Istennek! Tehát az első kérdés, mert ez volt a mínusz egy, az ugye arról beszéltünk az elmúlt két tegyük a helyérén, hogy mi a testünknek, a biológiai testünknek a helye, szerepe, sorsa Isten igéje szerint, és ugye a feltámadott testről is szó volt a múlt héten. Szerintem nagyon izgalmas és jó beszélgetés volt, és az a véleményem, hogy erről gondolkodni, már csak egyszerűen a racionalitás miatt is, ezt a földön eltöltött életünket, hát akármit csinál az orvostudomány, ez be van limitálva, be van határozva, határolva rendesen. Ellenben innen, hogyha elmegyünk, ebből a földi testből kiköltözünk, egy olyan időszak következik, egy olyan nagyon-nagyon hosszú időszak, amiről azt mondja a Biblia, hogy már idő se lesz ott. Én arról szeretnélek kérdezni titeket, először most a Tamás szeretném kérdezni, hogy szerinted milyen lesz a mennyben, amikor innen elmegyünk? Mire készülhetünk? Mire készüljünk? Te személyesen mire készülsz, amikor innen elmész? Hogy lesz, mint lesz? Hát ugye első körben, ahogy múltkor is mondtuk, testen kívüli állapotban leszünk, az Úr közelében leszünk, nagyon fogjuk élvezni, az Isten közelsége fog bennünket gyógyítani, vigasztalni, erősíteni, és várjuk a testnek a feltámadását, amikor odaállunk az Úr színe elé, hogy megjutalmaztassunk mindazért, amit érte hitből tettünk, és amit az Isten igéjébe vetett hitből megcselekedtünk, és utána pedig elfoglaljuk a helyünket az örökké valóságban, amit az, ugye új Jeruzsálemként ír le a Jelenések könyve, és ott együtt fogunk sátorozni az Istennel, ami azt jelenti, hogy semmi fajta akadály és közbevetés köztünk és az Isten között nem lesz. Sem a test nem fog akadályt képezni, és még templomot sem láttam, ott mondja János, még az sem lesz, hogy lesz valami szentély, ami elválasztana, vagy
falak, vagy bármi egyéb, és ennek az eredménye az lesz, hogy közvetlenül az Isten szájából halljuk az életnek a beszédét, és csak hasonlítani tudunk, mert ugye Pál apostol is azt mondta, hogy se szó nincs rá, se elmondani nem lehet, amit az ember ott átél, mert nem ebből a világból való dolgok vannak. Ugye múltkor is utaltam a mannára, hogy azt se tudták elnevezni, mert egyszerűen nem ebből a világból való volt, csak hasonlítani tudjuk. És azt gondolom, hogy ha valaki már volt egy jó istentiszteleten, ahol tényleg nem csak őt, hanem az egész közösséget, a helyet is úgy rendesen betöltötte az Istennek a Szent Szelleme, akkor az egy pici nyalintás a fagylaltból, egy pici íz, beleízlelés az eljövendő világba, és abba az életbe, ami az Istenből árad, ami az életnek a kristálytiszta folyója, az Isten elegyítetlen beszéde, és az ő beszéde pedig az ő bensejében zajló mindenfélét, érzéseket, gondolatokat, terveket, szándékokat, szeretetet, reménységet, hitet hordozza magában, és ebbe fogunk fürödni. Tehát ez valami egészen elképzelhetetlenül jó dolog lesz. Én nagyon örülök, hogy ezt elmondtad. Én Attilától azért azt szeretném kérdezni, hogy kicsit személyesebbre vegyük már a figurát, tehát hogy te hogy képzeled el magad, mert ugye van például az a gyönyörű dicséretünk, hogy mit érzek majd akkor, mikor dicsőséged vár, talán csendben csodállak, vagy a lábam táncot jár, vajon térdemre hullok, vagy állva nézek rád, halleluját kiáltok, vagy elnémul a szám, ma csak álmodom arról. Na te mit álmodsz erről? Mit gondolsz erről? Ahogy a dal is teli van kérdésekkel és talánokkal. Hát igen, igen, igen. Én magam is teli vagyok kérdésekkel és talánokkal, sőt, hát ugye ez a dal is próbálja megfogni, megragadni a megragadhatatlant, hiszen térderésről, állásról, lefekvésről, táncolásról, mindenféléről ír, és ahogy a Tamás is elmondta, addig, amíg a test feltámadása nem történik meg, addig nem testben leszünk ott Istennek a jelenlétében. Erről a múltkor azt hiszem beszélgettünk, hogy biztos, hogy lesz tudatunk, én tudatunk, öntudatunk, és csatlakozni tudok a Tamáshoz, hogy megtapasztalni Istennek a jelenlétét elképesztően nehéz leírni, megfogalmazni szavakkal. Tehát nagyon nehéz átadni azt az élményt, amikor én például átéltem már Isten jelenlétét, amikor a Szent Szellem betöltött. Megpróbálja az ember körülírni, valahogy szavakba önteni, továbbadni, de ugye te magad szoktad mondani, hogy lehet beszélni a görög dínyéről, és képeket is lehet róla festeni, meg énekelni is lehet róla, de meg kell kóstolni. És ha itt ebben a földi dimenzióban ennyire csodálatos megtapasztalni Istennek a jelenlétét, én csak egy gondolatot hoznék be, hogy a megdicsőült testre azért lesz szükség, mert ez a test nem bírja elhordozni Istennek a jelenlétét. Eszembe jut a Moody-nak a könyve, az önéletrajzi könyve írása, egy elég híres szolgáló volt, és ő írta le, hogy amikor megtapasztalta Istennek a jelenlétét, úgy igazán intenzíven, akkor többször már mondta az Úrnak, hogy bújjon el, mert most már nem bírja elhordozni, elviselni ezt a dicsőséget, és hogyha ez a test nem tudja elhordozni Istennek a jelenlétét, akkor ez a testen kívüli állapot, ami még nem a megdicsőült test, biztos, hogy egész töményen és egész intenzíven fogja ezt átélni. Úgyhogy mi lesz pontosan, én meg se próbálom leírni, biztos, hogy nagyon-nagyon jó lesz. Ervin, te hogy gondolsz az előtted levő hosszú nem időszakról? Igen, hát két gondolatom van. Az egyik az idő. Tehát mivel ott idő nem lesz, ezért én azt gondolom, hogy ott egyszerűen az Isten jelenléte megelégít bennünket, és hogyha ez 1000 év lenne a mostani időszámításunkkal nézve, akkor Mózeshez csatlakozva azt mondhatnánk, hogy az egy nap. Tehát, hogyha meg több 1000 év, akkor több nap, és azt ki fogjuk bírni, mert olyan közegben leszünk, ahol fantasztikus jó lenni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kiváltság. A másik dolog, hogy innen ebből a földi létből elképzelni a mennyei létet,
az szerintem egy kicsit, hát nem tudom, hogy a hazárdjátékhoz, vagy mihez hasonlítsam, bizonyos támpontokat ad a Szentírás, de azt is nagyon-nagyon-nagyon sokféleképpen lehet érteni, de az, hogy fantasztikus lesz, az, hogy el sem tudjuk képzelni, az, hogy amit a dalba is idéztél, hogy ez hogy lesz, igazából elvenni a varázsát az egésznek, hogyha tudnánk. Én azt gondolom, hogy ezt valahogy az Isten úgy találta ki, hogy legyen bennünk egy ilyen fantasztikus várakozás, mert ez a lényeg. Tehát valahol számomra az a lényeg, hogy várom azt a pillanatot, amikor ez megtörténik, hogy hogyan és mennyi mindennek történik, és hogy történik, azt nem tudom, de számomra is egy csatlakozott előttem szólókhoz is, számomra is egy olyan csodát várok, amiről most emberi gondolatokkal vagy érzésekkel nem tudom kifejezni. Tehát én azt gondolom, hogy amennyivel magasabb az ég a földnél, és amennyire nagyobbak az Isten gondolata a mi gondolatainknál, és egyest idézve, úgy lesz ez is, hogy ez a fajta itteni várakozásunkat messze felülmúlja az a jó, és az a fantasztikus, ami ott vár ránk. Hát én így gondolok erre. Nagyon konkrétak voltatok, köszönöm szépen, hogy ilyen pont. Én megmondom őszintén, egy kicsit egyszerűbb szerkezet vagyok valószínűleg. Feri, te hogy látod ezt? Igen, ezt egyben erre készülök, igen. Tehát én nekem például ilyenek jutnak eszembe, hogy például amikor az Akhábnak a megcsalattatásáról volt szó, akkor ott egy mennyei tanácskozás zajlott a mennyben, ott valakik tanácskoztak, és ki ezt, ki azt mondták, végül ez történt, és ott valami pezsgő élet történik, tehát én nem úgy tudom elképzelni ezt a dolgot, hogy ott a gyönyörködünk, és ott vagyunk, természetesen ott vagyunk, és gyönyörködünk az Úrnak a jelenlétében. Ez az egész test nélküli élet is egy rejtély, egy titok, hogy van, hogy miközben test nélkül vagyunk. Én nekem például az az elgondolásom van, hogy szeretnék ott találkozni azokkal a szentekkel, akik már ott vannak. Őket jól kifaggatom, egy nagyon jó társaság lesz ott, akikkel esetleg tudok beszélgetni. Lehet, hogy nem így lesz. Lehet, hogy ők fogadnak majd ki téged. Lehet, hogy ők fogadnak engem, igen, de minden esetre nem az STK-ról és a különböző betegségekről esik majd a szó, hanem valami nagyon fantasztikus és csodálatos. Meg kérdezik, hogy na, milyen a helyzet most? Igen. De nem hiszem, nem hiszem. Mekkora a sor az STK? Mekkora a sor, igen. Meg van mindenféle vacsorákról szó, meg elmegyek, Jézus azt mondja, és helyet készítek, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Tehát ott én úgy valahogy ezt a dolgot ilyen lakhatóbbnak képzelem, élőbbnek képzelem, és a következő kérdésem éppen az, hogy amikor azt mondja Pál apostol a Filippi 1-ben, hogy nekem az élet a Krisztus és a meghalás nyereség, és a Krisztussal lenni sokkal te inkább jobb. Nem valami ilyesmikről beszéltünk az előbb? Vagy de igen. De én azt szeretném mondani, hogy ez a sokkal te inkább jobb, ez azt jelenti, hogy ugye a test nélküli lények ott hibernálva várják a feltámadásuknak a boldog pillanatát, amikor újból kapnak testet, és valamit is csinálhatnak, mert addig marad az nekik, hogy gyönyörködnek, és én ezt nem tudom, hogy én ettől nem, én nem, így, nem így gondolom, lehet, hogy tévedek. De ugyanakkor a másik elgondolás ezzel kapcsolatosan, hogy ott a mennyben a Kubinyi a Zsoldos Petikével bukófordulózik a vízben. A felhőkben. A felhőkben, vagy a mit tudom én hol. Élnek, virulnak, örülnek, jobb ott lenniük nekik. Ezek meg van egy csomó, amikre szintén nem lehet hivatkozni, mert ezek ilyen látomások, meg elragadtatások, amik kérdőjelesek, vagy igaz, vagy nem, ki tudja hogyan. De kétségtelenül többen beszámoltak a Riba Laci bácsitól kezdve arról, hogy miféle élményeik voltak, amikor ott a mennyben jártak. Tehát itt azt szeretném kérdezni, hogy most akkor hogy van ez? Hogy amikor innen kiköltözünk ebből a testből, és ott a mennyben leszünk, akkor ilyen hibernáltan várjuk a dicsőségben a testfeltámadását, vagy ott van valami, amit esetleg tevékenykedünk. Tamás, te vagy ebben az illetékes talán. Hát igen, én nem szívesen pukkasztom ki az ilyen színes lufikat, de a helyzet az, hogy ugye amíg testen kívüli állapotban, vagyis Pál
Erről beszél a Filip 1-be, ül a börtönbe, és latolgatja, hogy mi lesz a kimenetele a tárgyalásának, és azt mondja, hogy hát a halálra ítélnek, tulajdonképpen nem szúrnak ki velem, hanem hát utána még jobb lesz. De azért lesz jobb, mert itt hagyja ezt a testet, mert még amíg a testben vagyunk, Istentől távol vagyunk, és közelebb kerül az Istenhez, és ez a test már a nyomorúságaival nem fogja zavarni, akadályozni azt, hogy az Isten közelségébe legyél. És ezért ez az állapot ebben az értelemben jobb lesz. Azért nem fog unatkozni, mert ahogy többször utaltatok rá, az időfogalom, ez egy földi fogalom, amennyiben ebben az értelemben nem úgy telik az idő, hogy ú, már 10 000 év eltelt, Atya Isten, de unom már. Időtlen unalom. Tehát ez nem így működik, hanem... Ugye van ez az idő, hogy ez csak a promó volt, hogy a pokolban mindenféle kessék nagy csicsa, dirdur van, a mennyben meg ülnek ezek. Igen, tehát hogy ott ugye, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy végtelen időben, meg a földi anyagi világnak lesz egy végtelen változata, szóval ezek az elképzelések teljesen mellé mennek. De utaltunk rá szintén a múltkor is a dinnye magra, hogy ha a dinnye magból nem tudsz visszakövetkeztetni arra, hogy milyen lesz a dinnye, ha nem lettél még soha életedbe dinnyét. Most látod ezt a világot, ez a mag. Az, hogy az Isten milyen testet ad neki meg, hogy minden, az ott van az Istennek a szívébe. Valamit kipötyögtet belőle a kinyilatkoztatásban, vagy éppen személyesen, amikor egy ilyen dal keletkezik, hogy vajon mi lesz, hogy lesz, akkor ízlelgetjük egy kicsit ezt a kijelentést, de a maga valóságában akkor fog előállni, amikor feltámadunk, és Isten előszólítja az új eget. Most, amiről beszélünk, az a feltámadás előtti. Igen, de a feltámadás előtti állapot, a testen kívüli állapot, nem tudsz bukófordulózni, mert nincs mivel. Szellemben bukófordulsz. Hát elméletben, tehát ez olyan, mint a leülünk, most lejátsszuk a foci EB-t az asztal mellett, úgyhogy fel se kelünk. Tehát ez egy teljes tévedés, hogy azok ott jóban vannak, és jól érzik magukat? Nem, jóban vannak, és jól érzik magukat, tehát nem tudnak bukófordulózni, mert ahhoz test kell. Hát jó. Oké. Erwin? Hát csak érted, hát egy csomó ember azt mondja, a halottakért keresztelkednek meg, egy csomó emberben vannak ilyen kérdések. A bukófogó a lényeg, mert... Nem a bukófogó, az, hogy csinálnak-e valamit, vagy nem. Na. Közben járnak ott a szentek, vagy mi van? Én nem tudom, tehát azt nem tudom, mert és idézted a Balassi bácsit, akit nagyon-nagyon tisztek, és ő neki nyilvánvalóan az az élmény, amit ő Isten élményként elmesélt, nagyon sokat számított, és mindnyáján nagyon örültünk neki, hogy ő ott sétált, és ennyi. Rét és virágok, és angyalok között. Igen, és akkor rálépett a világra, utána az visszaállt a helyére, és ennyi volt. De nem tűnt úgy, mint a hazudna. Bukófordulózás. Erről van szó, hogy hazudik, vagy nem hazudik, hanem nem arról volt. Van szó, hogy nem tudod, hogy mi volt, mert a Riba Laci bácsi ezt elmondta, meg feltételezzük, hogy a Zsordos meg a Kubinyi nagyon jóba lesznek, mert itt is jóba voltak. Tehát ezeket mi elképzelhetjük, mint egy ilyen ideát, de nem tudod. Hát nem tudod. Na, ja, jó, akkor meg én is azt mondom, hogy ez így van, de hát az se úgy, és én ezt meg nem akarom elképzelni, hogy hibernáltan így ülnek a szentek a mennyben. A másik vége, ez a hibernáltságot mondod, de ez se így van, hogy ez a hibernáltság. Hát most nincs más, tehát csak az van, hogy vagy bukófogulózunk, vagy hibernáltak vagyunk. Nem. Na. Nem. Szeretnénk ezt is, azt is, amazt is, egy csomó mindent bele énekelni, magyarázni, de szerintem, és tudom, hogy a szem nem látta, és fül nem hallott, és ember el se tudja képzelni, mint Isten készített, ez már itt a Földön igaz, de mennyivel igazabb oda átra. És azt elképzelni, ugye egy példa jut eszembe, nem biztos, hogy jó, de Ézsaiás kerekeket, meg füstölgést, meg nem tudom én mit látott, és valami olyat írt le, amire neki nem volt se szava, se gondolata, nem. Talán mi már egy kicsit közelebb vagyunk, és akkor jönnek a magyarázók, hogy UFO-t látott, meg mit tudom én itt látni. Nem tudjuk. Tehát én akkor bevállalom, én nem tudom, okay. De egyet tudok, hogy fantasztikus jó lesz. Tehát sokkal, de sokkal jobb lesz, mint amit bármikor a legszebb álmomban. Én nekem is volt nagyon közeli, ahogy Attila mondta, Isten élményem. És annak egy morzsája is tényleg mindent megváltoztatott az életemben, mindent, és 50 éve volt, és ma is így van, hogyha visszagondolok. De ha belegondolok, hogy ez semmi nem volt ahhoz képest, és erről már múltkor is beszéltünk többen, semmi nem volt ahhoz képest, ami vár ránk,
az több lesz, mint a bukóforduló, és nem egy ilyen, ilyen hibernált állapot lesz, hanem fantasztikus jó lesz. Tehát, és ennek a lényege az Istennek a közelsége. És a te közelséged, ó, milyen jó én nekem. Igen. Tehát amikor átéljük az Isten közelségét már itt és most, testben, amit a Moodyról mondtatok, te mondtad, vagy ki mondta, mindegy. Hát az is, hát egy morzsa, egy tényleg, de hát ő is így mondta. Tehát ez egy morzsa, és ennél sokkal-sokkal több lesz, és én ezt várom. És ezért jó a mennyre gondolni, ezért jó az elmúlásra gondolni, Pált is idézésben, és minden olyat, aki esetleg ebben részt vett, hogy nem a ücsörgés a felhőn, meg a hibernát, nem tudom én milyen állapot vár ránk, hanem egy dicsőséges, Isten jelenlétében való fürdés, lubickolás, ha már itt a bukófogon állhatunk. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Én még ezt a tanácskozás dolgot, hogy ugye a tanácskozások zajlanak a mennyben, ennyit ugye elárul az ige a Zakháv kapcsán, hogy Attila, te hogy gondolkodsz erről, hogy mit csinálnak ott a már ott levők? Igen, jó kérdés, hogy kik tanácskoznak, és kik vesznek részt benne. Van ez az elmélet, hogy Mózes és Illés ott voltak ugye a megdicsőülés hegyén. Kiszabadultak Jézussal együtt, de egyes feltételezések szerint ők testben vitettek el, legalábbis Mózesnek a holttestét ugye nem találták meg. Illés meg ugye. Illés meg ugye testben ragadtatott el, tehát igen, hogy igen. Ebből lehet arra következtető, hogy nekik van testük. Óvatosan. Hogy mi részt veszünk ezekben a tanácskozásokban, ez egy jó kérdés. Az, hogy ugye ez is elhangzott a múltkor, hogy olyan ez, mint egy alvó állapot, ki az közülünk, aki nem szeret aludni, hát szeretünk aludni. Hát azt tudjuk. Ugye? Íme titkot mondok. Van rá időnk. Igen, ha van rá éppen idő, akkor, és ott lesz rá. Tehát, hogy... De nem lesz. A Máté. Az összes. Szóval, hogy... Ott kialszod magad. És na komolyak. De hogy a halál után nem lesz testünk, és hogy az örökkévaló fontosnak látta azt, hogy a test feltámadjon. Igen. Sőt, még akkor be lehet hozni ilyen fogós ravasz kérdéseket, hogy az Isten maga szellem, és a testélet Isten az a názáreti Jézus Krisztus, aki aztán testben támad föl. És elváltoztatja mi nyomorúságos testét. És elváltoztatja mi. Legyen az ő dicsőséges testéhez. Igen, és igen. És hordoztuk a földi képmását, úgy fogjuk hordozni a mennyeit. De hogyha Isten test nélkül szellemként tevékenykedik, kreatív. Tud kommunikálni, akkor esélyes, hogy mi is valamilyen formában fogunk tudni kommunikálni. Igen, már testünk fontos. Nem lesz arra, hogy véghez vigyünk dolgokat. Szóval ez sok kérdés fölvet, de én se szeretnék se piros, se rózsaszín, se fekete lufikat kipukkaszgatni, tehát hogy most teljes határozottsággal állítani, tehát hogy így jól elfantáziálgathatunk itt ezen a hát inkább erről fantáziálgassunk, mint a körömgombáról. Hát igen, igen, igen. Igen. Szóval... A tyúkszemről már nem is beszélve. Arról nem is beszélve, igen. De jó lesz. Ez a biztos, igen, hogy boldog, aki nem hisz és lát. Tessék, ez egy újabb vizé, hogy aki másokat megaláz, maga is felüdüldöl, aki nem hisz és lát. Igen. Jó. A helyzet a következő. Na, tessék, Isten helyet. Egy fantasztikus lény. Csak az ő kisugárzása olyan, mint a legkristálytisztább gyémánt, ahogy visszaveri a dicsőséget. Ez még nem ő, ez csak egy valamennyiben egy fénysugár, egy mondata saját magával. Ennek a lénynek a közelébe lenni, erről a lényről minél többet megtudni, arról, hogy ő mire alkotott bennünket, nekünk mi a dolgunk, mi a feladatunk, mit talált ki a számunkra, mit készített a számunkra, abba beleállna, ugyanazt fog csinálni, mint most. Na. Azért, mert most is ezt csináljuk, azt tudakoljuk, hogy mi végre vagyunk, és Pál is ezt tudakolja, azt mondja, elmegyek, nekem jobb, személyesen jobb lesz, de ugye nem tudok már segíteni az itt levő szenteknek, és van még dolog, és úgy érzem, hogy tudnék még adni, és van bennem ambíció, és szeretném ezt is rendbe rakni, meg azt is rendbe rakni, meg azokhoz is eljutni, és ezeknek is elmondani, és ezt nem fogom tudni tenni, ha az Úrnál vagyok. Akkor ezt valaki másnak kell megtennie. De ha másnak kell megtennie, oké, én jól leszek. De úgy érzem, hogy nekem kell megtenni, és ezért az imáitokra válaszul vissza, és adatom nektek. Még a filipibelieknek, még a nyakatokon maradok egy kicsit, így van. De azért mondom, hogy a dolognak ez a lényege, hogy most is az, hogy Istent megismerjük, megtapasztaljuk, megízleljük, gondolom, nem egy
lexikális tudás, egy fejismeretről beszélek, hanem az átélésről, arra megismerésről, hogy Árán megismerte Évát, azt abból született valami egészen fantasztikus dolog, egy bizonyos Ábel, meg az összes többi, hogy ebből is mi is, amikor találkozunk, és nem megismerünk belőle valamit, akkor abból születni fog valami egészen fantasztikus, én meg az Isten együtt, meg te, meg ő is, meg ő is, meg amúgy is, meg külön is, meg együtt is, meg csoportosan, olyan dolgok fognak születni, ami egészen fantasztikus. De nincsenek rá földi szavaink. Hát ha már a dalt idézted, ugye abban van ez a sor, hogy ahol nem lesz más, csupán boldog, örök imádás. És, hát itt a valami nagyon lényeges. És igazából persze nagy élmény, amikor dicséret közben fölemeled a kezedet, van, aki ugrál, meg tapsol, meg mit tudom én, ezt azt csinál, de igazából nem a testi dimenziója fantasztikus a dicsőítésnek, hanem az a lelki-szellemi dimenziója, amit megtapasztal az ember is. Közben így. És én választanám szét. Tehát pont attól jó, hogy belül átéled, az érzelmeidet felemeli, és utána kezedet is felemeli, és ugrálsz, és táncot jársz, és igen, örülsz, ez és kiabálsz. Csak ugye ott nem lesz testünk. Tehát, hogy ezt akarom mondani, hát, hogy viszont az imádás az meg lesz. Tehát, hogy ugye nem nagyon egy testé válunk vele. Kreatívok vagytok, és abban reménykedem, hogy a nem egy testé válunk vele az imádásban, hanem egy szellem leszünk az Úrral, egyesül a lelkünk, egyesül a szellemünk, de a fizikai valónk az nem egyesül az Úrral az imádásban. Hogy feltámadott testbe? A feltámadott testbe az megint más, de most még nem tartunk ott, hanem most, amit, és ehhez képest, feltámadott ugye, testről majd most jön tanul. Szerintem az imádásnak egy magasabb szintjét fogjuk megtapasztalni. Akkor maradjunk ennél. Na. Sokszor látni, hogy embereket betölt a Szentlélek, és tudom, hogy ennek vannak beteg utánzatai, meg igen, visszataszító utánzatai, de betölt valakit is nagyon a Szentlélek, most teljesen pozitív értelemben, igen, szétesik. Tehát egyszerűen nem tud a szó, nem tud a igen, mozdulat, nem igen, tud a gesztus több, haladni, igen, a szellem. Több, mint a test. Képtelenek vagyunk lekövetni a szellem mozgását ezzel a fizikai igen, testtel. Igen, igen. Én csak annyit szeretnék mondani igen, ezzel kapcsolatosan, hogy nagy részéről az írás nem tájékoztat bennünket. Tehát nincsenek konkrétumok az írásban ezzel kapcsolatosan. Utalások vannak ezzel kapcsolatosan, és ebben kapcsolatosan lehetnek nekünk ilyen-olyan feltételezéseink. A kulcsjukon tudunk. Bekukucska. És valamit itt az elmennyei előízből megtapasztalunk, amiből esetleg következtethetünk arra, hogy mi lesz akkor, amikor bemegyünk a teljességbe. Én a magam részéről azt tudom, hogy ez az Isten, ez egy olyan csodálatos, és kreatív, és élő, és valóságos Isten, hogy ott mi nem fogunk, nem csak azért nem fogunk unatkozni, mert nincs idő, és egy szempillantás alatt eltelik az, ami időnek tűnik, hanem azért, mert az Isten annyira jót készített, hogy a Fóris Attila ott nem lesz ideje kialudni magát, mert annyi minden fog történni szellemi, lelki szinten, annyi mindent fog átélni és megtapasztalni szellemi. Mert nem lesz éjszaka. És nem mondd neki, mert nem is akar oda menni. Dehogy nem. Nem lesz szükség a pihenésre. Menjünk akkor egy lépéssel tovább, kedvesként. Ugye szó esett már arról, hogy és akkor jön majd a testnek a feltámadása. Ugye az elragadtatáskor történik az, hogy a szentek teste elváltozik, a halandóból halhatatlan, a nyomorúságosból, gyalázatosból dicsőséges és örökkévaló test lesz, egy olyan test, ami Jézusnak a teste már. Ugye a feltámadás, ilyen volt, ami tér és időn átment, tudott enni, a falon átment, tehát egy olyan test, ami alakváltó, vagy hát szóval nagyon-nagyon korlátlan test. Amikor megtörténik ez a feltámadás, a testnek a feltámadása, mit tudunk arról, hogy na és akkor mit fogunk mit csinálni? Én csak három dolgot írtam fel magamnak, hogy ugye mi papok leszünk, papok vagyunk már most is, de ott is papok leszünk, és szerintem már egyébként a test feltámadása előtt is részt fogunk venni ebben az imádásban, az Istennek az imádásában, a trónnál ott leszünk, le van írva, hogy fehér pálmaágakat lengetve, ott a szentek ott vannak az Istenöt, sőt a mártirok még test nélkül ott vannak a trón alatt, és kiabálnak. Test nélkül lengetik a fehér pálmaágakat. Nem, ott vannak a trón alatt, és kiabálnak, hogy de mikor állsz igen, már bosszút. Na most értünk. Ez a kórus, ez most az értetem, egészen más, de mint az a kórus. Azt szeretném mondani, hogy aktívak, kifejezik magukat, van gondolatuk, véleményük, kérésük, akaratuk, és így továbbjaik. Ez csak így zárjelve. A másik, hogy azt mondja, hogy velem együtt fogtok uralkodni. Sőt, úgy mondja a
Lukács 19:17-ben a szolgátnak, ugye példázatban Jézus, hogy jól van, hűszolgám, uralkodjál 5 vagy 10 városon. Meg aztán azt mondja Pál apostol az 1 Korintus 6-ban, hogy nem tudjátok, hogy angyalokat fogtok ítélni. Tehát a feltámadás után mi, mint Isten fiai ebben a megdicsőült testben, erről kérdeznélek titeket, hogy mit fogunk ott csinálni, Ervin? Hát a bukófogot nem, tehát azt nem tudom. Ezt majd megbeszélem a Kubinyival, ha találkozunk, hogy mennyire a bukófortuló ellenvalók ők. Tenger sem lesz, csak ilyen kristály. Tenger sem lesz. Nem, szóval koppanás lesz a bukófortuló. Mit fogunk a feltámadott testben? Azt szerintem minden olyat fogunk csinálni, ami kifejezése annak, amit akkor ott át fogunk élni, tehát most akkor egész konkrét akarok lenni, hogy és már elhangzott a dinnyemag, és az 1 Korintus 15-ben olvassuk azt, hogy te balga, amit elvetsz, nem az elevenítik meg, hanem abból kijön valami, ami hasonlít, de más lesz. És én azt gondolom, hogy... testet ad neki, ahogy akarja. Így van, és az Úr testet ad, és ez lesz a feltámadott test, és az valami olyan lesz, amit ugye, amire utaltál Jézus esetre, tehát Jézus ugye a minta ebben is, hogy abban tényleg volt valami olyan, ami felismerhető is volt, és mégis nagyon-nagyon természet fölötti volt. És az egésznek az volt a lényege, hogy még arra az 50 napra pünkösdig, vagy 40 együtt volt, hogy 50 nap beígért a mindegy, amíg velük volt, addig bemutatta azt valami mennyei ízelítőt adott arra nekik, hogy mi várható. Mm. Hogy mi várható, és én ha erre nézek, és ezzel együtt a tanítványok mentek a maguk útján, és tették a maguk dolgukat, de ha erre gondolok, és ha ez a... Nekem, én itt tudom valahol tetten érni azt a mennyeit, mert egyébként meg nem tudom, mert nagyon sok minden van, mert titok, mert egyszerűen számomra én úgy gondolom, hogy ez titok, viszont ott tetten tudom érni, hogy el fog halni, mert minden halálból élet születik. Tehát ez egy természeti törvény, hogy ami elhal, abból kihalt, abból kijön az élet, a mi elhalásunkból is élet fog kijönni, egy olyan megdicsőült élet, egy olyan más élet, amiről mi viszonylag keveset tudunk, Jézus már látunk bizonyos megnyilvánulásokat, keveset tudunk, de amit tudunk, azt én nagyon-nagyon várom. Tehát az kétségtelenül, hogy nagyon várom, hogy ez bekövetkezzen, és ezért nekünk a meghalás nyereség. És az angyalokat te fogod például ítélni? Ezt mondja a Korintusi levélben Pál, valóban, de ugye most megint az hogy ítélet, az megint ugye menjünk vissza. Ami így van, tehát az nem egy ítélet, nem egy ilyen izé. Nem, hanem magyarázzuk, hogy mit jelent. Igen, angyalokat fogunk ítélni, mert ezt mondja a Biblia, de ott a krínók szó az azt jelenti, hogy kormányozzuk, hogy igazgatjuk, hogy lehet, hogy felhatalmazást kapunk, ugye mondtad ennyi és ennyi területen, akkor azt mondja az Isten, hogy ez a rész, ez a te felhatalmazásod, és ott úgymond ítélsz, ott kormányzol, ott tanácsot tartod, képviseled Istent, így van. Hát, hogy Sámuel ítélte az Izrael 40 esztendeig, az nem azt jelenti, hogy állandóan bíráskodott, hanem azt jelenti, hogy kormányzott vezetett, amiben benne van a bíráskodás is, meg benne van az, hogy megítélni, hogy mi a helyes, mi a jó. És az, hogy amikor papokként ott imádjuk az Urat, és közben meg ki vagyunk rendelve a galaxis másik részével uralkodó társnak, vagy hogy képzelitek ezt el? Én szeretném, ha elengednénk egy kicsit ezt a fantáziánkat. Én ezt úgy képzelem el, hogy ott tér és idő nem lesz, mint ahogy most erről rengeteget beszéltünk. Tehát ezek a galaxis dolgok, és ezek is az időhöz kötődnek. Tehát ott egy teljesen más. Tehát ha a mostani gondolatunk szerint a világ legtávolabbi galaxisán leszel, ott az nem számít távolságnak. Ugyanúgy az Isten jelenlétében leszel, ugyanúgy vele együtt fogsz lélegezni, hát ugye ahhoz tüdő kell, de most az nem lészen. Na mindegy, de valami lesz. Feltámadt testben már lesz. Tehát, hogy azért hát, Jézusnak volt teste, megfogták, megtapogatták. Igen, tehát, de szerintem nem az úgy, anyag létezni fog. Igen, de nem úgy létezik, és itt hogy szüksége lesz a mennyi a földdel. Ez egy fontos dolog, tehát az anyagi testről beszélünk. Lesz. A feltámadott test is anyagi abszolút, test. Abszolút. És amikor testen kívül vagyunk, akkor anyagi testen kívül vagyunk. Igen. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy Istennek az volt az örök terve, hogy az ember
képviseli őt. Ugye azt olvassuk a Teremtés könyvének az elején, hogy Isten úgy döntött, hogy azt mondja, hogy teremtsünk embert a képünkre és a hasonlatosságunkra, és azután megteremtette az embert a képére és a hasonlatosságára. Ma úgy mondanánk, hogy készített egy szelfit, egy fotót, egy másolatot. Az volt a célja Istennek, hogy aki az embert látja, az felismerje őt. És bejött a bűn, a bűnnek, a következménye lett a nem megdicsőült test, a romlandó test. Igen. Nyilván az Urat ezt nem érte meglepetésként, a terve nem változott meg, és változatlanul az volt a terve, hogy az ember legyen az, aki őt képviseli az egész univerzumban, minden teremtmény előtt. És még egy szempontot behoznék, hogy látszólag ez a bűn, ez egy óriási probléma most ebből a perspektívából, ugyanakkor ebből is egy hihetetlen dolgot hozott ki az örökkévaló, mert szerintem ami minket felfog, ez most rosszul rá, de jogosítani arra, hogy angyalokon uralkodjunk, vagy bíráskodjunk, az, hogy már most is van a magja, és csetlünk, botlunk sokszor, de a magja, ott van bennünk egy hihetetlen bizalomnak, egy hihetetlen hitnek az Isten felé. És azt megtapasztalni, hogy a bűneink ellenére Isten mégis szeret bennünket, hogy nem utasított nem tett félre bennünket, nem dobott félre, nem utasított el, ez egy még nagyobb ragaszkodást hoz. Azt mondja, ugye Jézus ott a bűnös nőnek az esetében, hogy akinek kevés bocsátatik meg, az kevésbé szeret, értelemszerűen akinek több bocsátatik meg, az jobban szeret, és egyszerűen az Isten szeretetének ez a fajta megtapasztalása, és most bocsánat, hogy ezt mondom, de ezt a bűn tette lehetővé, hogy a szeretetének ezt a valódiságát átéljük és megtapasztaljuk. Ez egy olyan ragaszkodást hoz bennünk létre, egy olyan függést pozitív értelemben, ami még inkább alkalmassá tesz bennünket, hogy őt képviseljük, és hogy az ő szeretetéről valami olyan tanúságot adjunk, ami valóságos, ami valódi. Én amikor emberekkel beszélgetek, vagy most használom ezt a szót, hogy szolgálok feléjük, nagyon szeretem, amikor beszélhetek az Isten szeretetéről, és azért érzik hitelesnek, mert látják rajtam, érzik rajtam, hogy én ezt átéltem és megtapasztaltam, hogy mi a kegyelem, hogy mi az irgalom, az Istennek az irgalma, mi az Istennek a jósága, aki nem érdemelt jósága, és ez hitelessé teszi számukra azt, amit mondok. És annyit csak, hogy az Isten terve nem változott meg, testben fogjuk őt képviselni, a képe, hasonlatossága, hasonmásaként. Csak átváltozva Krisztusra teljesen. És átváltozva. És végül is nem tudom, most a teológusok ezt majd nyilván megvitatják, hogy van, meg mit van, de Ádámnak és Évának is volt egy romolhatatlan teste, tehát hogy nem úgy indult, hogy eleve egy rothandót kaptak. Görbisz tanár úr, egybe fogja Isten szerkeszteni a mennyet a földdel, leszáll a mennyei Jeruzsálem, mint a férje számára felékesített mennyasszony, az új ég, az új föld létrejön. És ott lesznek pogányok, és fogunk ott közlekedni. Mit fogunk mi ott csinálni? Már a feltámadott testünkben. Kétségbe esetten nézek a többiekre, mert bárhányszor futunk neki, bukóforduló nem lesz belőle. Most egyelőre a bukófordulót ez beakadt. Bár ez én szeretném, hogyha lenne valami hasonló, ilyen nagyon túlcsordult öröme elkészíti az Istennek, amit én így fejezek. De majd közben járunk az Úrnál, hogy legalább egy ilyen pici valami. Miközben én bukófordulózok, ti így hibernáltam. Nem, ott fogunk röhögni. Nem, hát ott fogunk örülni, tapsolni azon, hogy te milyen boldog vagy a bukófordulózástól. Hát ez a dolog lényege. De a kérdés az nem ez volt. Örökös öröm lesz a fejünkön. De mondom, az Isten, amit most megalkotott és megteremtett, az is fantasztikus. Én, ugye nem vagyunk egyformák, van, aki használni szereti, én érteni is szeretném. Én nagyon imádom azt, amikor megértek valamit, hogy működik, biológiából, kémiából, nem azért, mert ebből akarok doktorátus, csak hogy értem, hogy na hát ez így, és akkor a napfény oda, és akkor mit tudom én, és tényleg a mitokondriumban, ez a hártya, és akkor az elektron. Biológus feleséggel ez nem nagy kunszt. Igen. De én örülök, hogy értem, hogy működik, értem, hogy van, és hogy fel tudom ezeket a dolgokat fedezni. És ez csak egy egyetlen pici terület ebből a hatalmas nagy világból, ami el fog múlni, hogy a helyét átadja valaminek, ami miatt ez ingyen sem említetik. Tehát az Attenborough filmeket senki se fogja visszasírni, pedig tényleg gyönyörűek, bemutatnak valamit az Istennek a fantasztikus kreativitásából, de nem
lesz nosztalgia klub, hogy azért mert olyan lesz, ami felfedezni való, annyi megismerni való lesz. Hát Istennek ez volt az édenkertbe is jött hűvös alkonyatko. Hát miért jött, hogy együtt legyen velünk, hogy élvezze a társaságunkat, és mi az övét, hogy beszélgessünk, hogy felfedezzük őt, ő felfedezze minket, tanítson bennünket erre, megmutassa azt, feltehessük a kérdéseinket, ha nem tudom én micsoda, és ezt fogjuk tenni. Hát azért jönnek a nemzetek az új Jeruzsálembe, az új földről, aminek a kapuj állandóan nyitva lesznek, hogy jöhessenek bármikor, mert ott van az élet. Ott van a teljesség, ott van az üdvösség, mert ott lakik az Isten. És velünk lakik az Isten. És mi leszünk az Isten környezetében? A papság, a királyi papság, akik élvezhetjük azt a kiváltságot, hogy közvetlenül az ő környezetében vagyunk, és láthatjuk az ő orcáját, mint ahogy ugye mondja, hogy a gyerekek angyalai látják az Isten orcáját, ami valami is akar mondani, igen, közel vannak hozzá, mondhatni befolyásosak. Ahogy a földi királyoknál is, ugye, aki a legközelebb ült a király, az annak volt a legnagyobb befolyása, mert akkor elmondhatta. Ha már ilyen nincs azért. A legnagyobb. Mert tényleg vissza az első mínusz egyedik kérdéskörhez. Válaszunk jól, és nem tudok olyan jól választani, hogy tessék, maradjunk hogy a ne témet. Legyen, de ennek, és van, a mennyben van hierarchia, vannak különbségek. Én hozzád fogok menni, hogy megtanuljam tőled azt, amit te már tudsz, és amit te átéltél, azt én is átélhessem. És hogyha már megérzem mulat. És ide megyünk, és oda megyünk. De mikor a görbic megy a fúrishoz, hogy megtanuljon tőle valamit. Én most is megy, én szívesen megyek, ha látom, hogy van valami, engem érdekel. Csak nem látom, hogy lenne. Viccelek. Engem érdekel, én kíváncsi vagyok rá, hogy az Úr őt hogyan érintette meg, amit mit adott nekem, mert egyszerűen érdekel. Hát tudom, hogy rész szerint van az ismeret, meg tükör által homályosan, meg minden, és azért van szükségünk egymásra, hogy legalább rész szerint, meg tükör által homályosan, kicsit a puzzle darabokból összerakosgatva legyen valamilyen teljesen homályos képünk az Isten valóságáról. De arról az életről, amit az Isten nekünk elkészített, mert szerintem ott kezdődik majd igazából az élet, ott kezdődik annak a felfedezése, ami sokkalta több, mint amit itt átélünk, és ez is már fantasztikus és csodálatos, de ami ott lesz, az közvetlenül minden közvetítés nélkül az Istennek a természet fölötti kreativitása, szeretete, élete, aminek szerintem, ami minket is rendkívül kreatívvá tesz, rendkívül nagyon-nagyon nagy buli így lesz. Van, és ez gyakorlatilag úgy működik, hogy robota munka nem lesz, tehát nem kell izzadságos, fáradtságos munkát végezni, hanem úgy működik, mint egy művésztelep, hogy mindenki a saját kreativitásában adja vissza azt, amit az Istentől kapott, amit az Isten rásugárzott, azt ő feldolgozza, és a maga lényén keresztül kreatívan, énekben, zenében, mit tudom én, hogy alkotva, teremtve fogja visszaadni. De azért mondom, hogy... Hát a bukófordulóit már ingyen se említettik, ugye? Nem említettik. Igazán, mert most... Ha csak nem lesz valami tényleg olyan bukófogó, ami egészen elképesztő lesz. Lesz helyette valami olyan, ami még a bukófordulónál is. Szeretnék egy utolsó kérdést föltenni nektek, és tudom, elvesztek a részletekben. Egyébként, amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor én mondtam a fiúknak, hogy én úgy föl fogom őket bosszantani, hogy ettől... És sikerült, úgy néz ki, igen. De még egyet tennék ennek érdekében. Nem bosszankodnak. Annál sokkal jobban. Azt szeretném kérdezni tőletek, amikor többször felszólít bennünket Jézus arra, hogy legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy mikor jön el a ti uratok, hogy legyetek éberek, legyetek készen, és akkor mondja, hogy ketten lesznek a mezőn, meg ketten lesznek az ágyban, az egyik felvitetik, a másik otthagyatik, ezt majd Görbis tanárt a görög eredetiben átvariálja. Tehát, hogy miről van szó, miért mondja ezt Jézus ennyire hangsúlyosan, tehát az elragadtatásról van szó, ugye? Akkor tessék mondani, miért mondja ezt Jézus? Igen, hát ugye az elragadtatást szokták belelátni, meg a szóhasználat, a fordítás is erre út, hogy felvéthetik, de valójában az van, hogy az egyik csatlakozik, a másikat elküldik. Az egyik csatlakozhat a szent néphez, a másik nem csatlakozhat a szent néphez. Ugye az egész Olajfák hegyi beszéd Jeruzsálemről, a Mória hegyéről, a Sion hegyéről szól, és nem a világról, pláne nem az elragadtatásról, és pláne nem az új égről és a földről. Tehát ebben az összefüggésben szólnak a dolgok. Kinek ott szól, mindenről. Az, hogy amikor a Messiás visszajön, és az irgalom és könyörület szelleme kitöltetik Jeruzsálemre, és felnéznek arra, akit átszegeznek, és
érdekes módon nem nagy öröm lesz, hanem nagy gyász lesz, nagy sírás lesz, hogy ebben lesznek olyanok, akik megszégyenülve nem csatlakozhatnak a szent néphez, magukat kizárva látják majd, ahol lesz sötétség, meg fogcsikorgatás, és mások pedig örömmel csatlakozni tudnak majd a szent néphez. Erről szól ez a történet. És azt akarja nekünk elmondani, hogy nem kívülről látszik az, hogy ki igen, ki nem. Az belül van. Kívül nem látod. Az egyik is őről, a másik is kint van a mezőn, az egyik is az ágyba fekszik, a másik is az ágyban, ez nem derül ki a külső látszat alapján, hanem az a szívnek az állapota. És szintén ezzel kapcsolatban, ugye Jézus visszatérésével kapcsolatban, elsősorban ott Jeruzsálembe, és ugye nem az egyházról beszél, szólva mondja azt, hogy legyetek éberek, vagy őrködjetek, vagy vigyázzatok, sokféleképpen meg van fogalmazva. Ez a lélek éberségét jelenti, mert a szellem éber, és a szellem ébreszteni akarja a lelket. És a test meg álomba akarja meríteni a lelket, ugye ezek is ugye a mindenféle kicsapongásokba járva álomba merülnek. Ezt fejezi ki. Miért álomba meríti? Mert ebbe a káprázat világba akarja kötni a gondolatainkat, az érzéseinket, a szándékainkat, a minden egyebet, hogy feledkezzünk el az elhívásról, az ígéretről, és arról, hogy odafelvalók vagyunk, és az odafelvalókkal kell törődnünk, vagy azzal is kell törődnünk, mert mondom még ezt, hogy tehát az anyagit, meg a szellemit, meg a föld itt, meg a mennyeit, meg ezek, nem lehet csak elméletileg szétválasztani, ez együtt van mindig, soha nincs külön. Attila, miért legyünk éberek, legyünk készek, legyünk? Nagyon sokat rettegtem attól már életem során, főleg a életem első időszakában, hogy jön vissza az Úr, és én még nem vagyok készen, tehát volt, hogy azt álmodtam gyerekkoromban, hogy visszajött az Úr, és nem voltam készen, és akkor leizzadva, sírva ébredtem, hogy akkor bizony, mint gonosz szolga itt maradok. Lehet, hogy te vagy az antikrist. Hát azért odáig soha nem süllyedtem le, de... Volt olyan is. Volt, akivel biztos, hogy ez megtörtént, igen, hogy mi van, ha ő a kiválasztott, csak nem pozitív értelemben. De a lényeg az, hogy érdekes, hogy azt mondja arról a szolgáról Jézus, aki eledelte az ő társainak, hogy boldog az a szolga, akit az Ura ilyen munkában talál, amikor visszatér, és én csak arra szeretném kihegyezni azt, hogy ez egy boldogság, amikor abban a kész állapotban vagy, hogy tudod, hogy adhatsz valamit a többieknek, hogy aktív vagy, hogy teszel, hogy érzed azt, hogy a hitednek van hatása, hogy hatást gyakorolsz a környezetedre, és hogy én nekem ebbe az üzenet, hogy annyira jó, hogy boldogan várhatom az Urat. És a boldogság az nem egy boldog tétlenség, hanem ez egy boldog aktivitás. De Jakab mondja, hogy ha megnézed magad a tükörbe, és nem felejted el, hogy mit láttál, hogy ki vagy, hanem elmész, és megteszed azt, amit láttál, abból az identitásodból élsz, akkor boldog és áldott leszel a cselekedeteidben, és akkor utána beszél az igazi Isten tiszteletről, hogy meg is fogalmazza ezt a Isten tiszteletet, tehát nem egy hatalmas fénytechnikával, hangtechnikával lefestett dicsőítő alkalmat írott le Jakab, hanem egy olyan embert, aki elmegy, meglátogatja a betegeket, az árvákat, foglalkozik velük, szeret, és egyszerűen a szeretete aktívvá teszi őt, és én ezt látom egy kész állapotnak, és szerintem egy boldogság ebben az állapotban lenni, és így készen lenni arra, hogy az Úr jön vissza. Ervin? Én úgy látom, hogy Jézus Krisztus készíti az egyházat. Efézus 5 alapján azt mondja, hogy megtisztítja, megszenteli, felöltözteti, mint egy férje számára felékesített mennyasszonyt. Ez nem az én ügyem, ez az ő ügye. Én legfeljebb együtt szeretnék működni vele már itt és most, de teljes egészében az a meggyőződésem, hogy nemhogy félek ettől, hanem alig várom, hogy hogyan szedi le azt a sömört, azt a szeplőt, azt az oda nem illőt azért, hogy szent és fedhetetlen legyek. Nem én leszek szent és fedhetetlen, hanem Jézus tesz szent és fedhetetlenné. Ez a vőlegénynek a tiszte. És ez a vőlegény, az mi vőlegényünk meg fogja csinálni, mert ő neki minden eszköze megvan arra, hogy ez így legyen az életünkben. Én nagyon boldogan várom, mert tudom, hogy ez nem az én bizniszem, hanem az övé. Hát elkezdtünk a végéhez a mai adásnak. Én annyit tennék ehhez még hozzá, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk, és akár alszunk, mondja Pál apostol, akár ébren vagyunk, akkor is az Úréi vagyunk.
Tehát én is azzal bátorítanám magamat is, és titeket is, hogy nyugodtan bízzuk rá magunkat az Istennek a hűségére, és várjuk ennek a valóban boldog reménységnek a beteljesedését. Mert a mi életünk nem ebben a földi dimenzióban teljesedik be, hanem mi életünk akkor kezdődik el, és akkor fog beteljesedni, amikor színről színre meglátjuk az Urat, elváltozunk, és teljesen vele egyé válunk, és krisztusi emberként fogjuk imádni az ő főpapi vezetésével a mi atyánkat, és vele együtt fogunk uralkodni, és együtt leszünk nem csak Jézussal, nem csak az atyával, hanem mind azokkal, akik hozzá tartoznak, és ez valami elképesztően fantasztikus, nagy menyegző, lagzű örömünnep lesz. Ennyit szerettünk volna ma elmondani, és a jövő héten következik az idei szezon utolsó Tegyük a helyére adása. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük.